Segítség a rászorulóknak. Több mint 640 millió forint értékben jut szociális tüzelőanyag támogatás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Lehetőség fiataloknak. Mintegy 3 milliárd forintot fordít ifjúságpolitikai célokra a terület- és településfejlesztési operatív program keretében a megyei önkormányzat a következő 7 évben. Elkezdődtek a munkálatok, megújul az Újfehértót Nagykállóval összekötő út, a beruházás mintegy 2 milliárd forintba kerül. Több mint 640 millió forint értékben jut szociális tüzelőanyag támogatás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az 5000 lakosnál kisebb települések többsége tűzifát vásárol majd és osztja szét a rászoruló családok között, tájékoztatta televíziónkat a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Pogácsás Tibor kiemelte, a támogatásra idén is 3 milliárd forintos a keret, amelyre országosan több mint 2100 önkormányzat nyújtotta be kérelmét. A rászorulók tüzelőanyag beszerzésére kidolgozott programot 2011-ben indították el 900 millió forintos kerettel, 2012-ben már 1 milliárd, 2013-ban 2 milliárd, tavaly pedig az idei kerethez hasonlóan 3 milliárd forint volt a támogatás összege. Mi a számítás alapjául azt vesszük, hogy egy adott településen, illetve országos szinten mennyi lakásfenntartási támogatásra szoruló van. És hogy ebből számított viszonyszám alapján nyújtjuk a támogatást a településeknek. Valóban lehetne többet is szétosztani, meg lenne is igény rá. Ráadásul ma már az 5000 lakos fölötti lakosságszámú települések is kérik, hogy ebben a programban részt vehessenek. Erre most nincs lehetőség. De én úgy gondolom, hogy az önkormányzatok saját segélyezési lehetőségeivel kiegészülve a rászorulóknak ketten így együtt biztosítani tudjuk a téli tüzelőt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 201 település nyert támogatást, a legnagyobb összeget, több mint 12,5 millió forintot Hodász kapta, de jelentős összegben vásárolhat tüzelőanyagot a rászorulóknak Baktaló rendháza, Demetszer és Kántor Jánosi önkormányzata is. A települések között akad új, de már évek óta pályázó is. Kálósemjén például minden évben pályázik, 3700 lakossal tavaly mintegy 4,8 millió forintot nyert, idén is közel 5 millió forint értékben vásárolhat az önkormányzat tűzifát. Körülbelül egy 5 millió forintot sikerült pályázat útján elnyernünk. A tavalyi évhez képest az idei évben az a nagy változás, hogy az önkormányzatnak nem szükséges önerőt biztosítania a tűzifa megvásárlásához, de ettől függetlenül a szállításnak a költségeit egészen addig, ameddig ideér a településre, illetve innen a lakosok számára azt az önkormányzat magára vállalta. Tavaly évben közel 360 családnak tudtunk segítséget nyújtani ezáltal, az idei évben is megpróbálunk körülbelül így támogatást nyújtani a kálóseményi lakosok számára. A hátrányos helyzetű önkormányzatok mentesülnek az önrész megfizetése alól, mások pedig egy köbméter tüzelőre 15 ezer forintot kapnak, amihez 1000 forint önrészt kell állniuk. A tüzelőanyagot mindenképpen a fűtési szezonban, de legkésőbb február 15-ig mindenkinek meg kell kapnia. Mintegy 3 milliárd forintot fordít ifjúságpolitikai célokra a terület- és településfejlesztési operatív program keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat a következő 7 évben. Központi adatokat tekintve jelenleg a fiatalok 17,7%-a munkanélküli Magyarországon. Az arány javítására a kormány több segítséget is kínál a fiataloknak, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum ifjúsági konferenciáján Nyíregyházán. Három év alatt több mint 10%-kal csökkent a munkanélküli fiatalok aránya Magyarországon. A korábbi 28%-hoz képest ez a szám idén nyáron 17,7% volt, ami az Európai Uniós átlagot is megelőzi, hangsúlyozta Nyíregyházán az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár. Sanda Tamás szerint ez annak az eredménye, hogy a kormány több olyan intézkedést is bevezetett az elmúlt időszakban, ami a fiatalok elhelyezkedését és családalapítását segíti elő. Ha az ifjúsági foglalkoztatásról van szó, akkor kiemelném az ifjúsági garancia programot. Az ifjúsági garancia program segítségével azt vállaljuk, hogy minden magyar fiatal
ha kikerül a munkaerőpiacra, akkor kezdetben 6, aztán a későbbiekben pedig majd 4 hónapon belül konkrét segítséget kap az életében. Milyen ilyen konkrét segítségről lehet szó? Egyrészt szó lehet arról, hogy konkrét foglalkoztatási ajánlatot kap, vagy pedig további képzés vagy szakmai gyakorlatba tudjuk őt bevonni. Ezáltal abban tudjuk őket segíteni, hogy valódi életkezdés valósulhasson meg az ifjúsági foglalkoztatásuk területén. A januárban bevezetett garancia programot eddig 63 ezer fiatalnak ajánlották fel, közülük 28 ezeren éltek a lehetőséggel, ők foglalkoztatási vagy képzési támogatást kaptak. Az ifjúsági konferencián az is elhangzott, a fiatalokat a munkavállalási ösztönzésben, a családalapításban és tehetségtámogatással kell segíteni, de fontos lépés az ifjúsági közösségek megerősítése is. A következő 7 évben közel 3 milliárdot fordítanak majd hasonló célokra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, tájékoztatott a fórumon a megyei közgyűlés elnöke. Egy szegmenset emelnék ki, ez egy bizonyos ösztöndíj program, amelyel a fiatalok itt tartását, megyében tartását kívánjuk elősegíteni. Remélhetőleg jövőre megjelenik ennek a támogatási felhívása, amelyen meg tudunk szólítani ifjúsági közösségeket, illetve konkrétan fiatalokat. Nagyon fontos a megyében tartásuk a fiataloknak, hogy itt találjanak munkát, első munkát, jövedelmet, és ne vándoroljanak el az ország gazdaságilag jobb helyzetben lévő térségeibe, illetve hát még rosszabb esetben külföldre. Az ifjúsági korcsoport átlagosan a 35 éven alattiakra vonatkozik, a manapság tapasztalható úgynevezett kitolódott ifjúsági életkor miatt azonban a kormány 40 éves korig terjesztette ki bizonyos ifjúságpolitikai célokra igénybe vehető támogatásokat. Ilyen például a lakásvásárlási és lakásépítési kedvezmény, tette hozzá Sesták Oszkár. Elkezdődött az Újfehértót Nagykállóval összekötő út felújítása. A munkálatokat jelenleg Újfehértó főutcáján végzik, mintegy 6 kilométer hosszan. Az összberuházás közel 2 milliárd forintba kerül, a felújítás során új aszfaltréteget kap az út, így gyorsabban és biztonságosabban közlekedhetnek majd a térség lakói. Már dolgoznak a munkagépek a 49-12-es úton Újfehértó belterületén, a felújítás során több helyszínen ideiglenesen kihelyezett jelzőlámpákkal és forgalomirányítókkal is találkozhatnak az útszakaszon haladók. Az Újfehértót Nagykállóval összekötő út felújítását tavasszal jelentették be, hangzott el a beruházásról tartott sajtótájékoztatón. Azt hiszem minden újfehértói nevében mondhatom azt, hogy nagyon örül mindenki ennek a beruházásnak, hiszen ez a város legforgalmasabb, legnagyobb forgalmat lebonyolító útszakasza. Én 26 éves vagyok, és mióta az eszemet tudom, ez az út nagyon silány, nagyon rossz minőségű. Ha viccesen szeretnénk megközelíteni ezt a beruházást, akkor azt is mondhatnánk, hogy csak az autószerelők nem örülnek ennek a beruházásnak, hisz ezután nem kell minden újfehértói lakosnak fél évente futómű cserére menni ennek az útnak a hibái okoztán. Az Újfehértót Nagykállóval összekötő utat mintegy 2 milliárd forintból újítják fel, elsőként egy mintegy 6 kilométeres szakaszt korszerűsítenek. A kormány döntésével 825 millió forintot biztosított ezen beruházáshoz, tehát ez az első szakasz, reméljük, hogy a folytatása jövőre fog következni. Egy kicsit elszomorodtam akkor, amikor a Jobbik és a szocialisták részéről igen éles kritikát kaptunk az útfelújítás elmaradása miatt, ő szerintük el volt maradva. Mi meg tudtuk azt, hogy ugye a 825 millió forintnak az összeszedése történik. A tavaszon sajtótájékoztató keretében meghirdettük, hogy 20 éves kihagyás után, ugye, mert hogy 20 évvel ezelőtt történt valami itt Újfehértó belvárosában ezen úttal, tehát nagy szükség volt a felújításra. A beruházás során új aszfaltréteget kap az út, így gyorsabban és biztonságosabban közlekedhetnek majd a térség lakói.
Emeli bruttó 6, illetve 5 forinttal a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, értesült piaci forrásokból az MTI. Az emeléssel a 95-ös benzin átlagára 332-333 forintra, a gázolajé 341-342 forintra nő. A benzinár 2012. április elején érte el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Az autósoknak érdemes figyelni, ugyanis továbbra is 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Több mint 200 pályakezdő vett részt egy gyakornoki mentor programban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Több száz diák ismerkedhetett meg közelebbről a kézilabdával és a kosárlabdával a Sport legyen a tied Demecseri rendezvényén. A Magyar Diáksport Szövetség által elindított programsorozat célja az, hogy a fiatalok kipróbálhassák a lakóhelyüken űzött sportágakat. Nincs már pont nélküli csapat a labdarúgó megyei első osztályban. A Tiszalök ugyanis a 12. fordulóban 1-0-ra legyőzte a Nagyhalászt, és ezzel el is mozdult a tabella utolsó helyéről. Több mint 200 pályakezdő vett részt egy gyakornoki mentor programban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A cégek arra pályázhattak, hogy tanuló szerződéses szakmunkások számára gyakorlati helyet, képzést és mentort biztosítsanak. Cserébe a pályázati forrásból bér- és járulékkedvezményben részesülhettek. A megyei kereskedelmi és iparkamara tájékoztatása szerint sikeresen zárult a gyakornoki program. A gyakornokok olyan 25 évesnél fiatalabb pályakezdők voltak, akik nappali oktatásban szerezték meg szakképesítésüket. Ennél a sütőipari cégnél több mint 20 éve foglalkoznak szakmunkásképzéssel. 2013-ban és 2014-ben nyílt lehetőség arra, hogy a Péksükben tanulók részt vehessenek egy uniós támogatású gyakornoki mentori programban. A cég 6 hónapig munkabér és járuléktámogatást kapott a két-két tanuló után, a mentorok munkabérének egy részét is az uniós pályázatból finanszírozták, valamint eszközberuházásra is jutott. Az ágazatban nincs elég szakember, 20-30 pék hiányzik a termelésből a megyében. Ezért volt jó az a pályázat, hogy lehetővé tette és megmutassa a gyerekeknek, hogy ennek a szakmának a szépsége az igazából hosszú távon is eredményeket hozhat a gyerekeknek, és ez lehetővé tette az, hogy tovább tudjanak a gyerekek ebbe a szakmában elhelyezkedni. Jó volt ez ugye a gyereknek, és jó volt nekünk, mint munkáltatóknak is, hiszen támogatást tudtuk igénybe venni. 4 osztályból 19 tanuló karosszéria lakatos és autófényező tanul ennél a nyíregyházi cégnél. A duális képzés lehetővé teszi, hogy életszerűbb legyen a gyakorlati oktatás, mint a tanműhelyekben. A cégnél 2-3 tanulót tovább foglalkoztatnak, jobban megismerik a szakmát, és nagyobb munkatapasztalatot is szereznek. Gyakorlatban vannak egész nap, és ugye az, ami az életből jön, dolgok, összetört autók, megjavítandó kicsi karcolások, és mit, hogyan, milyen fogásokkal kell megcsinálni. Ezeket ők megtapasztalják, átélik, és látják, hogy milyen lesz a jövőben a munka, és mi ebbe a lehetőség, milyen szépség van. Ezért ezt jobban szeretik a tanulók, mint hogyha bent egy oktatóbázison, egy tanműhelybe kikalapálunk egy elemet, és akkor abból lesz valami. Az nem látszik az autón, nem látszik az ügyfélnek a szemén, amikor elvitte az autót, hogy hú, de szép lett az autó. Amelyik szektorban szakemberhiány van, ott jellemzően a bérek miatt nagyobb az elvándorlás. Ahol jobb a fizetés, ott tovább a pályán maradnak a tanulók is. Akik itt megszeretik a szakmát, azok egy jó közép fizetést szinte tudnak elérni, és természetesen innentől kezdve, ahogy a szakmában mélyen majd belekerülnek, és egyedül önállóan tudnak dolgozni, alkotni, és ez a fontos, hogy alkossanak, akkor ez akár elég jó fizetés is lehet a térségben, kiemelkedő fizetés. A mentori gyakornoki programhoz módszertani útmutatót is nyújtottak a vállalkozások számára. Több száz diák ismerkedhetett meg közelebbről a kézilabdával és a kosárlabdával a Sport legyen a tied Demecseri rendezvényén. A Magyar Diáksport Szövetség által elindított programsorozat célja az,
vagy a fiatalok kipróbálhassák a lakóhelyükön űzött sportágakat, és ha kedvet kapnak valamelyikhez, növeljék az utánpótlás bázisát. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkárságának támogatásával ez év áprilisában indította el a Magyar Diásport Szövetség a Sport legyen a tied elnevezésű rendezvénysorozatot, amelynek részeként az ország közel 1200 intézménye kap sportszereket a szövetségtől. A megyében Nyírbátor és Mándok után kedden Demecserben ismerkedhettek meg a kosárlabdával és a kézilabdával a Demecseri Oktatási Centrum diákjai, akik 120 ezer forint értékű kosárlabda felszereléssel is gazdagodtak. És a tapasztalat, azt lehet mondani, tehát a klasszikus labdajátékok, foci, kézilabda, kosárlabda, ezek mindig népszerűek, és azok is maradnak, de az új sportágak iránt is nagyon nyitottak a gyerekek. A nagy megyei bemutató eseményeken volt például lábtollabda, vagy nem is tudom, tehát a vívás, azok a sportágak, amik nem olyan könnyen elérhetőek, mindet szerették a gyerekek, tehát a kíváncsiság hajtott őket, és mindet kipróbálták, megnézték. A megyei Diásport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint a fiatalok igénylik a különböző sportágokat bemutató rendezvényeket. Ez egy nagyon szép kezdeményezés és nagyon eredményes kezdeményezés, úgy gondolom. Ugye maga a rendezvény kezdetekor, amikor a megyeszékhelyen találkoztunk először ezzel a sportbemutatóval, vagy sportágválasztóval, sportágbemutatóval, akkor már ott is látszott az érdeklődés. És most, hogy így település szinteken, ugye a megyében több településen, több városban is ez megrendezésre kerül, látszik az, hogy erre igenis van szükség, és van rá igény, és amely azt mondom, hogy sokkal fontosabb annál, mint hogyha szükség van rá. A rendezvénynek otthont adó Demecseri Oktatási Centrum diákjai eredményesen szerepelnek a diákolimpiákon, mind általános, mind középiskolai szinten. Mi a gimnázium, illetve a szakközépiskolával atlétika versenyen veszünk részt, főleg ügyességi csapatbajnokságban. Itt második helyezést értünk el egy időben 4x1500-as fiúváltóval, illetve lány gerelyhajtó csapatom lett második. Harmadik helyezést értünk el 4x800-as váltóban, illetve súlylökő és gerelyhajtó fiú csapatom lett harmadik helyezett, tehát nagyon büszke vagyok rájuk. A Sport legyen a tiéd szerdán Vásárosnaményben igyekszik majd kedvet csinálni a gyerekeknek a versenyszerű sportoláshoz. Nincs már pont nélküli csapata a labdarúgó megyei első osztályban. A Tiszalők ugyanis a 12. fordulóban 1-0-ra legyőzte a Nagyhalászt, és ezzel el is mozdult a tabella utolsó helyéről. Az élen álló Ibrány 4 pontra növelte előnyét az üldöző Nagyecseddel szemben. Megtört a jég, megszerezte első pontjait a Tiszalők, amely az előtte álló Nagyhalászt fogadta, és 1-0-ás győzelmével megelőzte riválisát a tabellán. Az éllovas Ibrány 3-1-re verte a Nyírgyulajt, az üldöző Nagyecsed 1-1-ös döntetlent játszott Baktalórendházán, a harmadik Sényű pedig 3-0-ra múlta felül a Tiszakanyárt. A Tuzsér-Gyulaháza mérkőzés 1-0-ás vendég sikerrel zárult, a Szakoly a Kemecsét győzte le 3-1-re, a Mándok Tiszavasvári meccs 2-2-es, a Máté Szalka Fehérgyarmat összecsapás pedig 1-1-ös döntetlennel végződött. A tabella élén a 31 pontos Ibrány áll, megelőzve a 27 pontos Nagyecsedet és a 25 pontos Sényűt. A 22 pontos Szakolyt az egyaránt 21 pontos Nyírgyulaj és Tuzsér követi. A Mándoknak 19, a Tiszakanyárnak, illetve a Tiszavasvárinak 17-17, a Máté Szalkának és a Fehérgyarmatnak 16-16 pontja van. A Baktalórendház és a Gyulaháza 13 ponttal várja a folytatást. A 7 pontos Kemecsét a 3 pontos Tiszalök követi, a Sort pedig a 2 pontos Nagyhalász zárja. A 13. forduló párosítása a következő: Tiszavasvári Baktalórendháza, Nyírgyulaj Sényű, Nagyecsed Ibrány, Kemecse Tuzsér, Gyulaháza Máté Szalka, Fehérgyarmat Tiszalök, Tiszakanyár Szakoly és Nagyhalász Mándok. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Több mint 640 millió forint értékben jut szociális tüzelőanyag támogatás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Az 5000 lakosnál kisebb települések többsége tűzifát vásárol majd és osztja szét a rászoruló családok között. A támogatásra idén is 3 milliárd forintos a keret, amelyre országosan több mint 2100 önkormányzat nyújtotta be kérelmét. Mintegy 3 milliárd forintot fordít ifjúságpolitikai célokra a megyei önkormányzat a terület és település fejlesztési operatív program keretében. Központi adatokat tekintve jelenleg a fiatalok 17,7%-a munkanélküli Magyarországon. Az arány javítására a kormány több segítséget is kínál a fiataloknak, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum ifjúsági konferenciáján Nyíregyházán.
Elkezdődött az Újfehértót Nagykállóval összekötő út felújítása. A munkálatokat jelenleg Újfehértó főutcáján végzik, mintegy 6 kilométer hosszan. Az összberuházás közel 2 milliárd forintba kerül, a felújítás során új aszfaltréteget kap az út, így gyorsabban és biztonságosabban közlekedhetnek majd a térség lakói. A Kölcsei Televízió híradóját látták kedden, a legfrissebbekkel természetesen holnap este várjuk majd Önöket, addig is híreink elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap párás időre számíthatunk, anticiklon továbbra is időjárásunk fő meghatározója, emiatt folytatódik a csendes őszi idő egyre tartósabb köddel. A derült ég alatt az alacsonyabban fekvő területeken éjszaka ismét terjeszkedik a köd. A 400-500 méter feletti helyeken tiszta marad a levegő, csillagfényes éjszaka lesz, többnyire szélcsendes idő valószínű. Reggelre általában mínusz 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a köd fokozatosan megszűnik, de néhol tartósan párás marad a levegő. Ugyanakkor a hegyekben tiszta, száraz levegőre számíthatunk. Csapadék nem lesz, gyenge marad a légmozgás, délutánra 8 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napok időjárásának egyetlen említést érdemlő eseménye a köd és annak kiterjedése, megmaradása. Az idő előre haladtával ugyanis egyre tartósabb köddel számolhatunk, akár egész nap is megmaradhat. A ködfelhőzet záródásával együtt éjszakánként kissé enyhébb lesz az idő, napközben azonban alacsonyabb hőmérsékletre számíthatunk. Számottevő változás a jövő hét elejétől várható.